úgy gondolom, hogy mind csapatilag, mind egyénileg mindenki beletette azt, amit tud, és senki nem adott alá egy kicsit se. Mindenki az maxot hozta ki magából, és ez nagyon fontos volt. A meccsnek viszonylag az elején már meg tudtuk szerezni a vezetést a fejesemmel szerencsére, egy oldalszabadrugásból. Le tudtam fordulni, és egyből be is tudtam fejelni. Nagyon jó érzés volt ez a szezonban az első gólom. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és meghatározó pontja volt a meccsnek, hogy az elején már egyből be tudtunk találni. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Egy igazi rangadó volt ez a mérkőzés, de szerencsére meg tudtuk nyerni. Nagyon fontos az, hogy egy kezdeményező futballt játszunk, és én azt gondolom, hogy a Puskás Akadémia ellen most abszolút olyan volt a játékunk, hogy felvállaltuk azokat a stíluselemeket és azokat a kezdeményező játékhelyzeteket, amiből tudunk támadásokat építeni, tudjuk járatni a labdát, tudjuk birtokolni, és folyamatosan nyomás alá tudjuk helyezni az ellenfél védelmét. Szerintem ez az első fél időben abszolút megvalósult. Nagyjából egy 30-35 percig nagyszerűen futballozott a csapat. Több lehetőségünk is volt, amiből gólt szerezhettünk volna. Végül sikerült egy oldalszabadrugásból előnyt szereznünk egy fejes góllal. Aztán a fél idő vége felé azért elég nagy nyomást helyezett ránk a Puskás ebből a direkt játékból, amit azért ők képviselnek. Talán egy kicsit fizikálisan is elfáradtunk az első fél idő végére, de ki tudtuk húzni a szünetig. Aztán a második fél időben én talán inkább a küzdelemről szólt ez a mérkőzés. Ugye a Puskás folyamatosan azért próbált egy ilyen direkt játékkal esetleg helyzetbe hozni a támadóit. Indultak is elég sokat mélységből, de ezeket azért viszonylag jól ki tudtuk védekezni, és meg volt rá lehetőségünk, hogy a második félidőben akár lezárjuk 5 góllal is ezt a mérkőzést, de valahogy a befejezéseink most nem sikerültek, és így alakulhatott ki ez az 1-0-ás siker, amit én nagyon nagyra értékelek, mert egy kiváló tempójú, küzdelmes mérkőzés volt.